Szükség van olyan társadalmi eseményekre, melyek összekovácsolnak egy közösséget. Ezért vágtunk bele ebbe a kezdeményezésbe, s hitünk szerint hagyományt teremtünk belőle, mondta Tölő Péter Szakály polgármestere. Szeretnénk ezt, hogy mondjam, továbbiakban kiszélesíteni, és nyilván a környezet településekről is szeretnénk jövőre már bevonni csapatokat. A rendezvény része lesz a helyiek nagy programsorozatának, melynek része a Kaposmenti Fiatalok Találkozója, az Adatónap és a Születi Fesztivál is, melyek a térségben élők számára fontosak. A zsűri elnöke Gundel János egyetemi tanár úgy fogalmazott, a disznóvágás olyan gasztrokulturális érték, melyet tovább kell örökíteni. Ez egy gasztrokulturális érték, és minden magyar tájegységnek és régiónak megvannak a saját gasztrokulturális értékei. Ezt kell ápolni, ezt kell a gyerekeinknek megmutatni, megtanítani, be kell őket vonni a főzésbe, a kolbásztöltésbe. Nem kell félni, kezébe kell adni a kést, meg kell neki mutatni, hogy hogy kell használni. Az első szakályi kolbásztöltő versenyen 6 csapat dolgozott. A szervezők ezúttal csak a helyieket hívták meg. A puding, illetve esetünkben a kolbász próbálja az evés, ami igazán jó ízűre sikerült.